Labdarúgás, kosárlabda, atlétika és kézilabda. A legnagyobb a kötődése ez utóbbi sportákhoz, hiszen zsűrielnökként hozzávetőleg 25, játékvezető ellenőrként mintegy 40, játékvezetőként pedig 45 évig tevékenykedett a kézilabdában Ócsai Attila, akit a 9. sportgálán a Ceglédváros sportjáért díjjal tüntettek ki. 1936. október 6-án születtem Cegléden. A 8 családos szülők gyermekei közül én voltam a második. Az első az 18 hónapos korában, az első fiú gyermek az meghalt skarlátban. És így, tehát heten voltunk testvérek. A édesapám, miután elvégezte a teológiát, Pécelen volt segédlelkész 2,5-3 évig. 1938-ba került le a család, oda helyezték édesapámat református lelkésznek, Baranya megyei Kémesre. És 24 évig voltak ott a szüleim, és ahogy a gyerekek nőttek, tehát akik már elvégezték a 8 általánost, azok utána mind felkerültek Ceglédre, a Telek utca 7 szám alatt laktunk, és ott volt a család, így évenként, ahogy nőttek a gyerekek, és végérvényesen a 24 év után Vezsenybe helyezték édesapámat, ott volt 4 évig, 5 évig, nem tudom pontosan, és utána onnan ment nyugdíjba. Édesanyám a sok gyermek kapcsán ugye nem volt munkahelye, illetve épp elég munkája volt otthon. Abban az időben, ugye, amikor még nem volt fürdőszoba, és állatokat tartottunk, ő volt az, aki, hát a gyerekek már nagyobbak, mint besegítettünk az állatok, jószágoknak a etetésébe és itatásába. A lényeg, hogy miután Vezsenyből nyugdíjba ment édesapám, akkor az egész család összejött a Telek utca 7 szám alatt anyai nagyanyámnak a házába. Kémesen, Cegléden, Budapesten és Szolnokon végeztem az iskoláimat. Szinte mondhatom azt, hogy egészen 55 éves koromig minden évben valamilyen iskolát, valamilyen tanfolyamot el kellett végeznem, és le kellett vizsgáznom, tehát nagyon hosszú lenne, amivel nem akarom itt untatni a kedves nézőket, úgyhogy maradjunk abba, hogy amit eddig elmondtam, az elég lesz magamról és a iskoláról. Hát még annyit, hogy összesen nekem 4 munkahelyem volt életem során, ez pedig kezdődött a vasútnál 1956-ban, utána a közgép 59, és 70-ben pedig a Volánhoz kerültem. A Volán megszűnésével munkanélküli voltam egy jó évig, és akkor megpályáztam az abonyi sportcsarnoki státuszt, amit 8 pályázó közül elnyertem, és ott voltam 3,5 évig sportcsarnoki igazgató. És onnan mentem nyugdíjba. 1961-ben nősültem. Egy leány gyermekünk született, akinek
most már 4 gyermeke van, a legkisebb első elemista, a legnagyobb pedig már második egyetemista. Tehát 3 fiú van, és a legkisebb a lány. Ők először Budapesten laktak, aztán kint voltak 3 évig Nigériába, ott dolgozott a vejem, egy gyógyszergyárat üzemeltek be, és hát ő volt a üzemnek a vezetője, illetve betanítója. A lényeg az, hogy még fél évet ő ráhúzott, de a gyerekek, a 2 nagyobb gyerek, meg a lányom, azok hazajöttek, mert akkor már ilyen zavargások voltak Nigériába, és jobb volt, hogy haza kellett jönniük. És utána, miután hazajöttek, akkor Tilisboros Jenőn építettek egy házat. A lányomék, mióta a feleségem 2009-ben, júniusában meghalt, azóta a napjaimnak, a heteimnek a jó részét őnáluk töltöm. Hetenként, esetleg 2 hetenként jövök haza, 1-2 napra, valamikor többre. Édesapám is sportolt annak idején, még amikor mikor már idősebb volt, lent Baranyában, amikor laktunk, ott a helyi futballcsapatban például futballozott. Tehát a lényeg ebből azt akarom kihozni, hogy a család összes gyermeke úgy a lányok, mint a fiúk. A lányok is sportoltak, a fiúk is sportoltak. Én voltam az, aki a legtöbb sportágban kipróbáltam magam. Először ronylabdával kezdtük a focit, még Baranyában, Kémesen, és akkor utána ugye iskolai tanulmányaim során maradtam a focinál, meg atlétizáltam, és miután Ceglédre felkerültem állandó lakosként, akkor harmadik gimnáziumban, amikor jártam, akkor a Veres Laci bácsi vezényletével, ő is, mint játékos edző volt, kosaraztunk MB2-ben, abban az időben, 50-53-ban, meg a következő bajnokságban is, mert 2 évet, tehát a harmadik, negyedik gimnáziumban, de közben párhuzamosan jártam a vasutasba focizni is, meg atlétizálni is. És miután elvégeztem a gimnáziumot, akkor a kosárlabda ugye abba maradt, és akkor kerültem én a építőknek a kézilabda csapatába. És 1906-ban 2-ig játszottam, mint aktív játékos. MB2-es volt akkor a csapat, és utána, illetve úgy mondom, hogy miután a kézilabdát elkezdtem rendszeresen edzésre járni és meccsekre, utána még plusz beiratkoztam labdarúgó, kosárlabda, atlétika és röplabda a kézilabdán kívül. Ezben a 4-ben elvégeztem a játékvezetői tanfolyamot, de művelni csak a kézilabdát meg a focit műveltem. Ez 3 évig volt paralelben a foci meg a kézilabda, utána csak a kézilabda volt. 2005-ben fejeztem be, akkor
búcsúztattak el az aktív játékvezetéstől Dabason. Hát 61-ben vizsgáztam, a 61-től egészen addig vezettem, na most hát ebben leszámítva az első 6 évet akkor megyei szinten, utána a többi az pedig országos szinten volt. Ugye itt most már a idő múltával a korhatárt behozták a játékvezetésnél is, meg olyan, hogy még MB2-ben lehetett vezetni, ha 55 éves korig MB1, MB2 meg 60 éves korig lehetett vezetni, tehát így történt aztán, hogy még a megyébe aztán vezetem. Rengeteg középiskolás mérkőzést, edzőmeccseket, épp valamelyik nap kérdezte tőlem valaki, hogy életemben hány meccset vezettem, hát mondom, ez nagyon jó kérdés, mert ha az edzőmeccseket kizárjuk, hanem csak az egyéb többi mérkőzéseket, a bajnokit meg a tornákat veszem, akkor az annyit jelent, hogy körülbelül egy évben olyan 150-200 meccs körül legalább, ez a minimum egy évben, igen. Úgyhogy hát sajnos nemzetközi szintre nem tudtam magam föltornázni, mert már amikor oda került volna a sor, akkor bejött a kettős játékvezetés, és akkor nem volt olyan megfelelő párom, akivel föl tudtak volna terjeszteni, illetve az volt a perspektíva akkor, hogy egy helyről legyenek, vagy legalábbis közel legyenek, lakjanak egymáshoz a játékvezető párosok. És így a nemzetközi mérkőzésekből, nemzetközi kerettagságra nem kerül sor. Ez, amit nem mondom, hogy bánok, mert szép kort zártam le a kézilabdába, többször voltam külföldön is, Németországban, Csehszlovákiában, többször, ahol vezettem is, és hogy úgymond meg vagyok így, ahogy eltelt ez. Mi kell ahhoz, hogy az ember jó játékvezető legyen? Pszichológia, pedagógia, következetesség, akkor játékszabály maximális tudása, egymás megbecsülése, mármint úgy a játékosok, mint a sport vezetők részéről, és hát utoljára hagytam, ami fontos, tehát az, hogy az ember kondícióját tartsa, és tudjon együtt élni a játékkal, tudja követni, mert a játékosoknál is akkor van tekintélye egy játékvezetőnek, ha ott van a nyakukon, és hallják, hogy a játékvezető ott szuszog mellettük, vagy mögöttük, vagy most mindegy, hogy fejezem ki magamat. Két sztori, ha belefér, két sztorit elmondok. Akkor egyes játékvezetés volt, ez a 60-as évek közepén volt. Kecskeméten vezettem egy helyi MB2-es női rangadót, ahol ott volt a feleségem, a lányom az akkor volt 4 éves. És ugye helyi csapat, mind a kettő, hol az egyik csapat, hol a másik csapat szidott. Mindig, valamelyik, mindegyik, vagy mindenkor, hol az egyik, hol a másik. És egyszerűen megszólal a lányom, hogy ne tessék szidni az én apukámat, mert ki a te apukád? Ott szaladgál a lányok között.
ez az egyik sztori. A másik most azt hiszem Szarvason volt egy mérkőzés, ahol két öreg úr, akkor szabadban volt még a mérkőzés, bitumenen, és az egyik öreg úr elkezdett kikezdeni velem, szidott, és akkor megszólal a mellette lévő öreg úr, hogy ide figyelj, te hülye! Nem veszed észre, hogy ez a játékvezető úgyis azt fúj, amit lát. Tehát fölösleges neked itt erőködnöd, fejezd be, azt inkább szurkolja a csapatnak. És akkor most a kettőből három lesz, Galva Hévi Sztura, egy rangadó, két falu rangadója. Esős idő volt, az első fél idő közepén szándékos durvaságért kiállítottam végleg a Galga Hévízi csapatkapitányt. És fél időben, mikor mentünk be az öltözőbe, akkor egy öreg úr az esernyőjével fejbe akart vágni. De utánam jött a kollega, és látta, és így elütötte a kezéből az esernyőt. Tehát én nekem ez alatt, az idő alatt, amit eltöltöttem, mint játékvezetőként, ez volt, ami megmaradt meg, hát ami sztori volt. A ceglédiek nagyon rendesek voltak, és előkészítettek, illetve rendeztek nekem egy búcsú meccset, amit én vezettem egy debreceni kollégával. Azt hitték majd, hogy nem tudom végig futni, vagy végig vezetni a meccset. Mondom, gyerekek, inkább most mondtam, amikor volt ez a gála, hogy inkább levezetek három meccset egymás után, mint egy 15-20 percig táncoljak, mert azt már nem bírom. Tehát itt meg akarom jegyezni, hogy a Cegléd KK férfi csapata, a Virág Robival tartottam a kapcsolatot, ő szervezte ezt a búcsú meccset. Úgyhogy szép volt, jó volt. Akkor kosaraztam a gimnáziumban, MB2-ben edzésre mentem, és talpig feketébe jelentem meg. A tornacipőtől kezdve a nadrág, a mez, minden fekete volt. Akkor nevezett el a Száraz Laci engem Brazilnak, és azóta van ez 53 óta. 1956-ban még gimnazista voltam, negyedikes, amikor már társadalmi munkát végeztem a sport, a testnevelési sport, nem tudom pontosan, hogy mi volt akkor a neve. Tehát annyit tudok, hogy a Szabó Feri volt a TS elnöke, és ő fűzött meg, és akkor már volt a Stark Laci bácsi megalakította a kézilabda szövetséget, és ő volt az elnök, én voltam a főtitkár, és utána a végén átvettem az egészet. Tehát én voltam egy személyben, az elnök is, a főtitkár is, és minden. Miután levizsgáztam a kézilabdából 60-ba, akkor pedig fölkerültem, és a Pest megyei sporthivatalnál is
több féle beosztásban dolgoztam. Elnökségi tag voltam, fegyelmbizottsági tag voltam, szervezési bizottság tag voltam, játékvezetői küldő voltam 24 évig a megyénél. Tehát hagyd ne részletezzem, és ez az, amit most 2000-ben befejeztem a megyénél úgy, mint voltam a igazoló-átigazoló bizottságnak a vezetője, valamint a fegyelembizottság vezetője. Ezzel a státusszal fejeztem be novemberben, 2000 novemberben a megyénél a társadalmi munkát. Itt Cegléden meg a rendszerváltás után szűnt meg a sporthivatal, és itt azóta ugye csak a polgármesteri hivatalban volt egy személy, aki vitte ezt a részt. Olyan volt, hogy például összevont járási bajnokságot rendeztem, amiben volt Ócsa, Táborfalva, Dabas, Nagykáta, Tápiószele, és hagyd ne soroljam tovább, Uri. Tehát külön járási bajnokság a megyétől, külön rendeztünk ilyen összevont járási bajnokságot, mert csak nálunk volt ilyen. Tehát voltak kettő csapatok is, például Körösnek, meg Ceglédnek is. Na, a lényeg az, hogy ez a társadalmi munka szép volt, jó volt, de elfáradtam és beláttam, hogy át kell adni a fiataloknak a stafétát. Nem utoljára, vagy utolsó soron azoktól a sport barátoktól, akit esetleg megsértettem, bocsánatot, elnézést kérek. Valamint megköszönöm a Ceglédváros kitüntetését a sportmunkámért. Nagyon köszönöm, és büszke vagyok rá. Miután befejeztem a megyénél a társadalmi munkát, és elbúcsúztam, megígértem az Abonynak, a Ceglédi fiú MB1-B-s csapatnak, meg a Szelei MB2-es lánycsapatnak, hogy ha gondjuk van az ügyintézéssel kapcsolatban, akkor én azt megcsinálom, fölmegyek Pestre, és lerendezem, elintézem a ügyes-bajos dolgaikat, amit akarnak. Netán, ha valami olyan van, hogy esetleg igazolást, vagy átigazolást, vagy akármi, tehát fölmegyek, hogy mivel ingyen utazik az ember, ugye most már ilyen időskorban, így meg kikapcsolódik az ember, találkozik a régi ismerősökkel, és ez egy olyan kikapcsolódás. Na most nem tudom, hogy ide a végére ide jönik-e, hogy azt mindenféleképpen el kell mondjam, hogy ezt nem tudtam volna végigcsinálni, ha a család nem segít ebben. Feleségem meg a lányom. Úgyhogy eltört a mécses a végére.